Sziasztok, kedveskéim! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy tavaszi sálat hoztam nektek. Ez egy nagyon könnyen elkészíthető sál. Hatalmas nagy lyukak vannak benne, tehát ez egy lyukacsos hálós minta. 9-es horgolótűt használok hozzá. Így nagyon gyorsan elkészíthető. Viszonylag laza ez a sál. Ha egyszer tekerjük a nyakunk köré, akkor úgy nem is túl meleg, de este vagy reggel szükség szerint duplán is hordhatjuk a nyakunk körül. Úgy jobban melegíti a nyakunkat. Tehát nagyon praktikus, szép, tavaszias színe van. Meg is mutatom most nektek, hogy hogy készül. Először a fonal bemutatásával kezdek. Tehát ezt a fonalat használom hozzá, ez egy Grundl Living fonal, rózsaszínes árnyalatú, ami ezúttal is nagyon jól illik a körömlakomhoz, ez most azonban véletlen. A fonal színe 2-essel van jelölve, 8-9-es tűt ajánlanak hozzá, 80%-ban poliakrilból és 20%-ban poliamidból áll. Nincs benne pamut, tehát valószínűleg nem melegít annyira, mintha pamut is lenne benne. Tavaszra tehát tökéletes. Ez itt 100 g és 110 méter. Én a 9-es horgolótűmet használom hozzá. Na rendben, akkor kezdjünk is hozzá. Páros számú levegőszemsort veszek fel, összesen 18-at. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Így láthatjátok a teljes hosszt. És most visszafelé horgolok. Kihagyok 3 szemet a magasság miatt, és egy pálcát horgolok most ide. Ide öltök le. Így, és horgolok egy pálcát. Utána jön egy levegőszem, itt lent kihagyok egy szemet, és a következő szembe öltök le. Hopsz, ez szétcsúszott, na még egyszer. Így, kettőn át, levegőszem, ráhajtás, egyet kihagyok, fogom a fonalat, és kettőn át, levegőszem, lent kihagyok egy szemet, leöltök is, megint kettőn át, és kettőn át. Levegőszem, ráhajtás, leöltés, kettőn át, levegőszem, lent kihagyok egy szemet, leöltök, kettő és kettő. Itt láthatjátok, hogy hogyan alakul a mintánk. Ez egy ilyen lyukacsos minta, nagyon egyszerű. Ezeket a pálcákat horgolom most egészen a lánc végéig. A sál szélességét egyébként tetszés szerint változtathatjátok. Csak az a fontos, hogy páros számú levegőszemsort vegyetek fel. Most így néz ki. Ezután 2 szemet veszek fel a magasság miatt. Utána megfordítom az eddigi munkámat, és most e köré, a levegőszem köré öltök le. Azért 2-t vettem fel, mert ide lentre öltök, tehát a mintának ez a sora már nem lesz annyira magas. Most pedig ugyanazt a mintát horgolom itt is, tehát a pálcákat, közéjük pedig a levegőszemeket. És már itt is vagyok a másik oldalon, itt is ugyanúgy leöltök a levegőszem sor köré, és már kész is vagyok a második sorral. Itt ezen az oldalon megint felveszek 2 szemet a magasság miatt, megfordítom, és most ugyanúgy haladok visszafelé, ahogyan eddig is. Mindig a pálcák közötti levegőszemek köré öltök le, és kezdésként mindig 2 szemet veszek fel a magasság miatt. Ezekre a dolgokra kell figyelni, és így kell végighorgolni tulajdonképpen az összes sort. Már most kész vagyok a harmadik sorral is. Így néz ki. Megmutatom nektek, és már kezdek is hozzá a negyedik sorhoz. Most pedig így horgolom végig szinte az egész gombolyagot. Tényleg szinte az egész gombolyagot elhasználtam, már csak ennyi maradt belőle,
A horgoló tűt már kivettem, illetve itt kihúztam hosszabbra a húrkot. Körülbelül 120 cm hosszú lett a sálam, most pedig összehorgolom a sálam elejét és végét, mert hogy ez egy csősál lesz. De egyébként, ha nektek így jobban tetszik, akkor ti ne horgoljátok össze a két végét. Az összehorgoláshoz egymásra teszem, én most a sál elejét és végét. Én így szeretném a sálat. Hogyha ez megvan, akkor kezdhetünk is hozzá. Itt öltök le körben, áthúzom a fonalat, itt vannak a pálcák szemei, utána itt van a levegőszemsor, utána a két pálca, levegőszemsor, pálca, és levegőszem. Egész pontosan ez nem egy egész sor, hanem csak egy szem. Így horgolom össze sálam elejét és végét. Végig. Rendben. És így tulajdonképpen már szinte el is érkeztem teljesen a végére. Itt. Így. Hogyha ez megvan, akkor kiveszem a horgolótűt, ahogyan máskor is szoktam. És már most tényleg annyira rövid a fonal vége, hogy kihúzom az egészet. Körülbelül 50-60 cm lehet ez. Nagyon praktikus, hogy most itt van nekem a fonal eleje és a vége is egy oldalon, így könnyen össze tudom kötni a két végét. Később majd még elvarrom ezt a két szálat. Belülről így néz ki az összehorgolt rész, kívülről pedig így. Kicsit kitűnik a mintából, de szerintem nem annyira vészes. És így néz ki a teljes elkészült sál. Persze a két kilógó fonal véget most ne vegyétek figyelembe. Így néz ki. Ilyen a sál mintázata. Nagyon egyszerű minta, és szerintem nagyon szép is. Ez egy lyukacsos, hálós minta, éppen ezért eléggé szellős is, tehát elég egyszer a nyakunk köré tekerni, napközben kicsit nyitottabban hordani, este pedig akár többször is a nyakunk köré tudjuk tekerni, ha egy melegebb sálra van szükségünk. Tehát ezt a sálat nagyon jól lehet variálni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha így van, akkor kattintsatok a tetszik gombra, és iratkozzatok fel a csatornára. Nézzétek meg a többi horgolóiskola videónkat is. Hamarosan ismét találkozunk. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem. Sziasztok!